Mielőtt bárkivel hívásba keverednénk, érdemes benézni a beállításokban, az alatt is a hang és videó fülre. Itt a bemeneti eszköz alatt válasszuk ki a mikrofonunkat, a kimeneti eszköz alatt pedig a hangszórunkat vagy fejhallgatónkat, amin keresztül másokat szeretnénk hallani. Ha nem tudjuk, hogy ezek közül mit válasszunk, és esetleg több opció is van itt, mint például nekem, akkor valószínűleg a default lesz a legjobb választás. Ezeknek külön-külön is állíthatjuk a hangerejét. Ez alatt elvégezhetünk egy mikrofon tesztet, itt a kék gombra nyomva halljuk saját magunkat. Ha itt nem halljuk magunkat, akkor valószínűleg másik mikrofont kell választanunk. A Discordon kétféle beviteli mód létezik, a Voice Activity és a Push to Talk. A Voice Activity az automatikusan felismeri, mikor beszélünk, és akkor közvetíti a hangunkat másoknak. A Push to Talk esetén egy gombot kell nyomva tartanunk, és ilyenkor hallanak mások minket. Ennek a gombnak a beállításához menjünk a gyors gombok fülre. Itt adjunk hozzá egy gyors gombot, válasszuk ki a Push to Talk normál opciót, írjuk be a gyors gombot vagy gyors gombokat, majd nyomjunk a felvétel stopra. Mostantól, ha ezt a gombot nyomjuk egy hívásban, akkor fognak minket hallani. Voice Activity esetén, hogyha csak részlegesen, darabosan hallanak minket, akkor valószínűleg a bemeneti érzékenységünket kell csökkenteni. Alapból ez automatikusan van, és akkor közvetíti a hangunkat, hogyha ez éppen zöld. Ha ez nem megfelelő, akkor ezt itt kapcsoljuk ki, és állítsuk manuálisan az érzékenységet. Minél magasabb az érzékenység, annál nehezebben fognak minket hallani, annál hangosabban kell beszélnünk. Ez a videó nagyjából ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet!